Szép jó estét kívánok! Önök a Tea 349-kor című műsor következő adását látják. A ma esti műsorhoz is igen jó szórakozást kívánok, és szép jó estét! Jó estét kívánok, kedves nézőim! Ismét szeretettel köszöntöm Önöket a Ring Kávéházban. Ma esti vendégem Jászai díjas, érdemes és kiváló művész cím díj után elnyerte az ország legnagyobb díját, a Szeretet és Bizalom díját, országgyűlési képviselőnk Pécsi Ildikó. Engedjék, hogy szeretettel üdvözöljem. Szervusz Ildikó, örülök, hogy itt vagy. Hogy vagy? Jól, jól, jól. Gratulált a Pető Iván? Meg kell mondanom neked, hogy nagyon tisztességesen kaptam tőle egy gyönyörű dísztáviratot, amiben az volt, hogy gratulál a győzelmemhez. Én pedig azonnal írtam neki egy másik dísztáviratot, amelyikben azt írtam, és ezt így is gondolom, és a jelenlegi koalíciós kormány megalakulása is ezt bizonyítja, hogy úgy néz ki, már ahogy nem ezt írtam, csak ez bizonyítja. A táviratban azt írtam, hogy köszönöm a gratulációját, és ez azt jelenti számomra, hogy úgy néz ki, hogy Magyarországon is van politikai kultúra, tisztesség, becsület, és hogy az elkövetkező időben ezt kabalaként fogom őrizni, ezt a táviratot, annak reményében, hogy ezek a dolgok így folytatódnak. És egyelőre, hála Istennek, úgy néz ki, hogy igen. Szeretnék a közepébe vágni rögtön. Nyilván nagyon sokat szerepeltél az utóbbi időben, rádióban, tévében, és nagyon sok ugye ezt nem mondott hasonló kérdést tettek föl. Meg szeretnétek nyugtatni, hogy a kampánycsend számomra nagyon korán elkezdődött. Én november óta, hát most már voltam azért egyszer a televízióban, de 7 hónapig nem voltam egyik intézményben sem. Mondták, hogy kampánycsend van. Hát igaz, hogy az április végén kezdődött, de számomra hamarabb. De személyre vonatkoztatott kampánycsend. Nem tudom. Hát... Ne bonyolódjunk bele. Azt szeretném megkérdezni, pályamódosítást fog ez számodra jelenteni, vagy paralel a színészi, a művészi pálya és a... Meg kell mondanom őszintén, hogy igazából nem látom ezt át. Az biztos, hogy például én tanítottam 3 helyen is, abból egyetlen egyet tartok meg, mert az egész biztos, hogy nem fér bele, hogy 3 helyen is foglalkoz gyerekekkel. Hogy a színészi szakmából mi az, ami belefér, azt a jóisten se tudja, de én az elmúlt időszakban sajnos belekerültem abba az újfajta, mindig skatujákba rakják az ember, abba a skatujába, amikor egy idős öreg asszonyra már nem olyan nagy szükség van. Tehát tulajdonképpen én például tavaly a József Attila Színházban egyetlen egy darabban játszottam, a Gyurkovics Lányokban a mamát, az havi 2 előadás volt. Valószínűleg tartom, hogy ezt én változatlanul fogom tudni játszani tovább. A Mikroszkóp színpadon játszottam a Csóközönt, Bajor Imrével, Hacsár Józsával. Ha erre lehetőség van, azt minden további nélkül megtartanám, hiszen nevettetni az a világ legnagyobb dolga. És önálló műsorokkal jártam az országot, Antal Imrével, saját magammal. Ezek mind nem megkötött időpontú dolgok. Az, hogyha most egy komoly, nagy színészi feladattal megbíznának, Isten mentsen, például azt mondanák, hogy játszam el a Kurázsi mamát, akkor az borzasztó lenne, mert arra valószínűleg nem lenne jelen pillanatban módom, hiszen nem látom át a másik munkámat, nem tudom annyira csinálni, nem tudom, hogy mit kell tennem. Tehát nem, a színháznál azt be tudom osztani. Tudom, hogyha most nekem valaki azt mondja, hogy ezt vagy azt csináljam, tudom, hogy az belőlem mennyi energiát fog elvenni, és mennyi időre lesz szükségem. Ezt természetesen, mint képviselő, még nem látom át. És egyelőre, ha már ilyen szépen megfogalmaztad, hogy az emberek szeretete juttatott idáig, ami valóban így is van, akkor nekem ezzel a szeretettel, amit 30 évi munkával értem el, nem szabad visszaélni, és meg kell próbálni megőrizni ez alatt a 4 év alatt. Tehát elsődlegesen a munkám emiatt a parlamenthez fog kötni. Visszatérve egy kicsit a parlamenti munkához, engem nagyon érdekelne, hogy egy tény és való, hogy vannak párti érdekek, vannak állami érdekek, ugyanakkor vannak érdekei a választókerületednek, és van egy, még egy érdekszféra, ami a pályád érdekszférája. Nagy divat lett az utóbbi időben, nem is tudom, hogy divat, egy jelenség, hogy
hogy csókra fellépni. Uh-huh. Lehet, hogy én rosszul fogalmaztam, hogy hát gyere, nagyon szeretettel látunk, de fizetni nem tudunk. Hát ez egy olyan jelenség, ami valahol ledegradálja ezt a művészi pályát. Hát meg ilyen tervedve szerepel esetleg ez ellen a jelenség ellen, mint fellépni, és a pályatársaid érdekeit is képviselni. Ez egészen biztos, ez nem új keletű, régen ezt csinálom, de meghozattam az amerikai színészeknek a katekizmusát, tehát az ottani adóhivatalnak, amit most lefordítanak számomra, amiben egészen fantasztikus dolgok benne vannak. Ad abszurdum a szoláriumig, mert hiszen ha te veszel egy szoláriumot, akkor neked az a dolgod, mert azt akarod ezzel, hogy szép légy, mert a munkádhoz hozzátartozik. Tehát ad abszurdum egészen, minden fantasztikus dolgok vannak benne, egy sminkceruzára lebontva, de benne vannak a te kötelességeid is, benne vannak az, hogy neked hogy kell adót fizetni, benne van az, hogy és akkor tudod, hogy neked ez a dolgod. Na most ebbe az azon, és azért nevettem, amikor ezt kérdezted, mert ugye ez, mi közöttünk, ez most már lassan egy pár éve így megy, hogy édes Péterkém, gyertek már el, lépjetek föl nálam, mert nincsen pénzünk, de gyertek el ingyen, mire te azt mondod, és édes Édikom, gyere el, ugye ezért nem tudunk fizetni. És lassan tényleg úgy van, hogy most már nem tudom, hogy mi a csuda lesz, amiből megveti az ember azt, hogy igen, én is akarok érte tenni. Megpróbálom a szakszervezetet ebben az ügyben mobilizálni, mert tudom, hogy ez mostanában nem divatos, és azt mondják, hogy nagyon nagy baj a szakszervezet és a politika összefonódása, nekem meggyőződésem, hogy nem így van, hiszen egy jó színház is akkor működik igazán jól, hogyha a színház igazgatója érdekei nem ellentétesek azért, mert ő munkaadó a művészekével és a műszaki dolgozókével, mert ők munkavállalók, hanem akkor lesz jó a színház, akkor lesz jó az ország, hogyha ezek az érdekek minél szorosabbá válnak, és minél közelebb jutnak egymáshoz. Apropó, család. Szeretem őket. Hogy fogják elviselni, hogy még többet vagy távol? Hát most a régi szép énemre válaszolnék, biztos boldogok lennének, mert elegük van belőlem, de ez nekem tényleg nagyon nagy mázlim van velük. Mind a kettő fantasztikus módon állt mellettem ez alatt a 7 hónap alatt, és meg kell mondanom, hogy én 3-szor láttam könnyet a fiam szemébe, először, amikor a nagyanyját elvesztette, másodszor, amikor azt a kutyát vesztette el, akit 6 éves korában kapott, és 14 év múlva halt meg, és harmadszor a választás éjszakáján, amikor kiderült, hogy nyertem. Ildikó, én A-tól Z-ig elolvastam a könyvedet, amit szintén a tisztelt nézőnek is a figyelmébe ajánlok, hogy fogytál le, mit ajánlasz a kedves nézőnek, és ebben találtam egy csodálatos gondolatot. Abszolút pécsi Ildikós, engedd meg, hogy én tulajdonképpen szó szerint idézzem, minden korban, állapotban az a lényeg, vállald magad. Így van. Ez valami csodálatos. Így van. Szokták mondani nekem, hogy én ugye állítólag többen azt mondják, hogy nagyon szép lány voltam. És akkor ez olyan szánakozva is mondják, mert hát ugye ez benne van az, hogy most bezzek, hogy tetszik kinézni. És akkor mondtam a jó múlt korában, hogy ez alatt az idő alatt, amíg az ember ilyen rendesen tönkre megy, az alatt az idő alatt okosnak meg kell próbálni lenni, meg kell tanulni dolgokat, és meg kell szerezni egy komoly humorérzéket. Ha ezt megszerzi az ember, akkor az elmúló évek nem teszik boldogtalanná. Na, hozzá kell tennem, nem a legnagyobb örömek közé tartoznak a szarkalábak az ember arcán, és a kilók az ember testén. Ezt a könyvet, amit igen nagy előszeretettel és gonddal állítottál össze, tapasztalok benne egy kis ellentmondást is. Igen. Megmondom őszintén. Mert nem igazán tartottad magad a könyvhöz. Hát az a első... könyvben leírottak, hogy ma. Az a mai Pécsi Ildi. Világos. A tavaly, akkor tényleg, amikor tartottam ezt a komoly diétát, akkor tényleg nagyon lefogytam. Most a választási kampányba visszahíztam 3 kilót, és épp mondtam a többieknek, hogy attól félek, hogy ugye a parlamenti munka a székhez kötött, valamint állítólag nagyon jó a büféje, hogy én kértem, hogy csinálni fogok ilyen kis behajtani tilos táblákat. És hát vannak a képviselők között, nagyon kedves barátaim már ezt mondták,
mondhatom nyugodtan, akiket meg fogok bízni, hogy amikor egy-egy büfé felé haladok, akkor tegyék ki a behajtani tilos táblát. Talán így megúszom. Kiknek ajánlod ezt a könyvet, ami kivitelében is gyönyörű, hát kérlek szépen, és tartalmában pláne? Egyrészt azoknak, akik le akarnak fogyni, másrészt meg azoknak, akik meg akarnak hízni, mert hát azért ebbe itt vannak nagyon-nagyon finom receptek is. Hát a recepteket, egyiket, másikat már jó magam is kipróbáltam. Megmondom őszintén, csak gratulálni tudok hozzá. Végezetül egy utolsó kérdést szeretnék, ami tulajdonképpen közös bennünk, mert mind a ketten az ikrek havában születtünk. Kérlek szépen, én nem biztos, mert van horoszkóp, amelyik bikának tart, ugyanis május 21-én születtem, amelyik egyik horoszkóp szerint bika, másik szerint iker. Minek érzed magad? Én úgy gondolom, hogy rám inkább jellemző a bika, de azért az ikrekből is. Hát, hogyha azt lehet mondani, hogy két ember is elfér bennem vagy rajtam, akkor iker is vagyok. És engedd meg egy kis meglepetést, neked igen nagy szeretettel. Köszönöm szépen. Szép virág!